Amint egy 1200 néző között számos bonyhágyi szurkoló is helyet foglalt a Szekszárdon lejátszott Győri Audi Eto Dunaújvárosi Kohász NB1-es mérkőzésen. Akik amellett, hogy a győr, norvég, francia és délszláv világklasszisai voltak kíváncsiak, földjüket, Szekerc és Lucát is figyelték, mint a már az újvárosiak egyik meghatározó játékosát. Aki játszott már egy kis időt külföldön is, a Fradiban is, és most pedig a Dunaújvárosi Kohász Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatát erősíti. Azért jó volt hazatérni, meg már nagyon vártam ezt a meccset. Igazából örülök, hogy teltház volt, és ennyi szurkoló előtt tudtunk játszani. A balkezes átlövőnek sem sikerült átlőnie a Bratzert Hansen Amorim világklasszisokból álló győri falat. De 5 góljával Luca partiba tudta tartani csapatát a világ pillanatnyi legjobbja ellen. Igazából megpróbáltam átlőni, de nem igazán sikerült, mert végig lesáncoltak, úgyhogy itt a végén betörésekből sikerült ugye gólt lőnöm. Jó, hogy kinéztél, vagy annyira messze koncentrált, és egy-két arc, egy-két szemkontaktusat? Nem szoktam kinézni, inkább csak a meccs végén. No és két büntetőit is értékesítette Szekelc és Luca, aki elmondta, bizony ez ellen a győr ellen játszani klasszikus átlövőként, hát nem egy leányálom belülről nézve a dolgokat. Ez egy világválogatott, ezért igazából minden szempontból jobbak. Megpróbáltunk mindent beleadni, ez jött ma ki. A villáminterjú keretében még a mérkőzés hevében rákérdeztünk. A Dunafer lehet a végállomás a bonyhádi tehetség számára, aki már a magyar válogatottban is szerepelt. Jól érzem magam, de ez még azért a jövő zenéje. Legközelebb a Kisvárd ellen lép pályára Szekszárdon a Dunaújváros. Ha nem jön közben semmi rendkívüli, Szekerc és Luca is biztosan ott lesz a pályán.